Szép napot kívánunk, tisztelettel köszöntjük Önöket. Itt egy kis esőmenedék helyünkön, ahol tartjuk a sajtótájékoztatót. Köszönjük szépen a türelmüket, köszönjük szépen, hogy elfogadtak a meghívásunkat, és itt vannak az Emberi Erőforrások Minisztériumnak sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatónk témája, hogy egy ilyen tekintetben új támogatási formát, egy új operatív programot fogunk indítani ettől az évtől kezdve. A rászoruló személyeket támogató operatív program egy új forrás azoknak a személyeknek, akik a leginkább rászorulnak bármiféle állami segítségnyújtásra, ahhoz, hogy ők a szegénységből kijuthassanak, ahhoz, hogy munkát kaphassanak, egy nagyon célzott és eléggé bő forrás áll rendelkezésre az idei évtől kezdve ebben a 7 éves tervezési ciklusban. Ezzel nekünk az a célunk, hogy a leginkább nehéz helyzetben levők számára legyenek akár családosok, legyenek akár hajléktalanok, legyenek akár nagyon kis pénzből élők, az ő számukra tudjunk egyrészt a létfenntartáshoz segítséget nyújtani, másrészt a szegénységből való kitöréshez segítséget nyújtani. Az aktualitása a mai napnak és a mai alkalomnak az, hogy a múlt hónap végén zárult le a társadalmi vitája ennek az egyeztetésnek. Úgy gondoltuk, hogy ezt az operatív programot csak akkor hirdethetjük meg, ha előtte azokkal a szervezetekkel, azokkal a személyekkel, azokkal az önkormányzatokkal, akik a korábbiakban is ezen a területen tevékenykedtek, egyeztetünk, és nagyon sikeres volt ez az egyeztetés, hiszen több mint 500 különböző karitatív szervezet, szakértő személy, önkormányzat és más ezen a területen tevékenykedő különböző társaság kereste meg a minisztériumunkat, és mondta el a véleményét, amelyeknek egy jó részét be is építettük, hiszen ezek egyszerűbbé tették az eljárásokat, célzottabbá tették, jobban definiálhatóvá tették a támogatotti kört. Sok esetben más egyéb technikai javaslatokkal éltek, amelyeket igyekeztünk minél nagyobb mértékben beépíteni. Ez azért fontos, hiszen ezt az operatív programot, amelyik a legszegényebbek számára nyújt segítséget, azokkal a szervezetekkel közösen véglegesítettük és dolgoztuk ki, akik maguk fognak a következő években is valószínűleg ezekkel a személyekkel foglalkozni. Ők azok, akik az előző években is a legtöbb tapasztalatot gyűjtötték össze a legszegényebbek segítésével kapcsolatban, és a rászoruló személyeket az ő tapasztalataikkal kibővítve ebből a forrásból kívánjuk segíteni. Szintén fontos szerintem ezzel a programmal kapcsolatban, hogy ugyan mind hazai, mind Európai Uniós forrást felhasznál, 85%-ban uniósat és 15%-ban hazait, de az a célunk ezzel, hogy az elsősorban természetbeni juttatásokat ad, akár élelmiszer formájában, akár alapvető fogyasztási cikkek formájában, és ezek mellé a természetben nyújtott különböző támogatások mellett nyilván életvezetési tanácsokat is ad, tehát segít kitörni a szegénységből mindenki számára. Ugyanakkor a közelemény nagy része méltán várja ezt azt el a kormányzattól, hogy ahol lehet, ott természetbeni szolgáltatásokat nyújtson, ne készpénzt, ami esetleg más célra is fordíthat, ami nem feltétlenül a szegénységből való kitörést szolgálja, hanem a gyerekek számára, a rászorulók számára, a nagyon kis fizetésből élők számára valóban hasznos természetbeni juttatásokat és szakmai tanácsadást nyújt. Ez fontos szerintem ebben a programban, hogy erre törekedtünk egyetértésben a szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, különböző ellátó szolgálatokkal, hogy minél inkább a természetbeni juttatásokra helyeződjön a hangsúly, és kevésbé a pénzbeni segélyekre, amelyek egyébként nyilvánvalóan más formában az államnál megjelennek. Zárásként csak annyit mondanék, hogy ez természetesen csak egy program, és ezt úgy kell értékelni, hogy sok más kormányzati, akár emberi erőforrások operatív program keretében, akár normatív támogatások tekintetében sok más programunk is segít azok számára, akik nehézségekkel küzdenek, de ez kifejezetten a legrászorultabb, a legnehezebb helyzetben rendelkező személyek, gyermekek, családosok számára nyújt segítséget. Én akartam általánosságban elmondani, és államtitkár úr pedig a részleteit megosztja önökkel a programnak. Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ez a lehetőség, amelyről ma beszélünk, azt gondolom egy nagyon nagy vállalása a kormányzatnak. Arról szól, hogy a korábbi tapasztalatok alapján azokat a célcsoportokat és azokat a családokat, akik rászorulnak, még nagyobb segítségben tudjuk részesíteni. Három fontos célcsoportja van ennek a lehetőségnek és ennek a támogatásnak, ennek az élelmiszerprogramnak. Egyrészt a gyermekek, közöttük is a 3 év alattiak. Szeretnék kiterjeszteni a programot, és vannak erre számítások és munkák, hogy egész 18 év alatti korig megpróbáljuk kiterjeszteni, tehát valamennyi
olyan gyermek a számára, amely hátrányos helyzetű családban nevelkedik. Megpróbáljuk ezt a lehetőséget kiterjeszteni. A második célcsoport a hajléktalanok, akik utcán élnek. És a harmadik célcsoport pedig az idősek, közöttük is azok, akiknek a jövedelme egy nagyon szerény határ alá esik. Inkább az időskorak járadékával megegyező jövedelem szint alá esik. Ezek a célcsoportok. A teljes összege a támogatásnak 29,1 milliárd forint, én azt gondolom, hogy soha nem volt ennyi összeg arra, hogy valóban eredményesen tudjuk segíteni. A harmadik, az államtitkár úgy is fogalmazott, az az alapelv, hogy közel kell menni a szegénységhez. Azt jelenti, hogy alkalmas módon kell tudni segíteni. Itt az elosztás módja kínálja ezt az eszközt. Azokkal a partnerszervezetekkel, civil szervezetekkel, segélyszervezetekkel szeretnénk együttműködni, akik gazdag tapasztalatuk van, nagy hagyományaik vannak ezen a területen. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok ilyen tapasztalatot gyűjtöttek, hiszen ők nagyon sok olyan információval, technikával, módszerrel rendelkeznek, hogy hogyan lehet egy adott településen felderíteni azokat, akik valóban szegénység kockázata terheltek, hogy mondjam ezt a csúnya terminológiát, kik azok, akik rászorulók, kik a hátrányos helyzetű családok. Az elmúlt években bizonyították ezek a szervezetek, hogy valóban oda tudnak érni a rászoruló családokhoz, a segítségre szoruló családokhoz, és ezért szeretnénk a továbbiakban is velük együttműködni, rájuk támaszkodni a megvalósításban. A következő fontos kérdés, azt gondolom, amit ki kell hangsúlyozni, az, hogy ezen a programon belül is a 3 év alatti a gyermekek fognak prioritást élvezni, hiszen tudjuk, hogy körülbelül a 18 év, a kutatási adatok szerint 18 év alatti gyermekeknek 9-10% az, akiről azt tudjuk, hogy valamilyen éhezési kockázata rendelkezik, tehát nem biztos, hogy rendszeresen jut élelmiszerhez, és miután több más programja is van a kormánynak a gyermekéhezés felszámolására, gondoljuk a nyári étkeztetésre, ez ki fogja egészíteni. Ahogy államtitkár úr is említette, több ilyen elem is, program is van az EFOP-ban is, más helyeken is, költségvetésben is. Ezt kiegészíti ez a 29 milliárdos támogatás, és alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a leginkább rászoruló gyermekek helyhez jusson el. És alapvetően élelmiszersegély formájában, tehát élelmiszercsomagok formájában, mert ahol arra van szükség, ott ebben kell segíteni. Nagyon tudjuk a saját tapasztalatainkból, vannak erre nagyon jó módszerek, hogy lehet földeríteni azt, hogyha egy gyermek éhezik. Nem úgy kell, hogy megkérdezem, hanem úgy kell, hogy kimegyek a játszótérre, kiteszek egy doboz kekszet, és az a gyerek, aki nem csak megkóstolja, hanem a zsebébe gyűri, az biztos, hogy otthon éhezik. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan felkészült szervezet lesz ebben a csapatban, amely ilyen módon tudja föltérképezni a rászoruló családokat, és ilyen módon tud segíteni azoknak, akik valóban rászorulók. A másik két célcsoport is nagyon fontos, hát a hajléktalanok esete is, hajléktalanok és az idősek is. És én is szeretném kiemelni, amit Ádvikár úr említett, hogy nem kizárólag csak természetbeli segítség lesz, tehát élelmiszercsomag, hanem ezt minden esetben kiegészíti életvezetési tanácsadás, olyan típusú segítségnyújtás, amely segít a nyomor ördögi körének a megtörésében. Például a gyermekek esetében említhetem a biztos kezdetházakat, ahol a biztos kezdetház mint szolgáltatás és ez az élelmiszer csomag együtt tud segíteni a családnak. Tehát ha a biztos kezdetházban például kiderül valakiről, hogy problémája van a családnak abban, hogy minden nap élelmiszerhez jusson, akkor ennek a jelzése alapján vagy a gyermekjólétrendszer jelzései alapján, a jelzőrendszer jelzései alapján el tudunk jutni azokhoz a családokhoz, és a segélyszervezetek el tudnak jutni azokhoz a családokhoz, akik rászorulók,
és így eredményesebben tudnak segíteni. Tehát azt gondolom, ezek a legfontosabb komponensei ennek a programnak. A legfontosabb továbbra is az, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, és minden egyes családnak, amely segítségre szorul, szeretnénk megadni a lehetőséget és az esélyt megteremteni a felemelkedésre és a felzárkózásra. Ennek a törekvésnek egy központi eszköze lesz ez a program. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Talán arra a három kérdés, hogy hol, mit, mikor talán választ kaptak a sajtótájékoztatóból, de ha bármilyen más kérdés még önökben felmerül, akkor akár most tegyék fel, akár utána is itt állunk rendelkezésükre. Van a kérdésük? Parancsoljon! Jó napot kívánok, Rézsó Vince vagyok a Hét TV-től. Ha jól értettem, akkor gyakorlatilag erre az összegre a civil szervezetek, alapítványok pályázhatnak, és ők juttatják majd el a rászorultat, vagy a rászorultak önmaguk is, mint állampolgár pályázhatnak. Két pályázatról beszélünk. Az egyik pályázat, ez közbeszerzés lesz, maga az élelmiszer beszállítóknak kiírt pályázat, ami egy szigorú közbeszerzés. A másik a pályázat arról szól, hogy kik azok, akik eljuttatják a rászorulókhoz. Ebben, ahogy utaltam is rá, több nagy segélyszervezettel állunk kapcsolatban, rendszeres konzultációk vannak, hiszen hát nem csak az egy program van, gondoljanak a tűzifa programra és egyéb programokra, ahol mindegyik programban nagyon erősen számítunk ezeknek a segélyszervezeteknek a tapasztalataira is. Ebben a programban is elsősorban ők lesznek az az ellátórendszer, amely, vagy eszköz, amely oda tud érni akkor és ahhoz a családhoz, amely segítségre szorul, ezért az elsődleges együttműködő partnerek ők lesznek. Ugye összegeztük a 30-ig beérkezett véleményeket, ezekkel nyilván kiegészítjük a javaslatot, mi ezt ősszel, még ősz előtt eljuttatjuk Brüsszelbe, ősszel nem számítunk arra, hogy könnyebb viták lennek ennek a programnak a kidolgozásával kapcsolatban, és jövő év elején akkor így ki tudjuk írni a mostani menetrend szerint ezeket a pályázatokat. Rajtunk nem múlik, hiszen mi mindent itthon megtettünk, a civil egyeztetést is lefolytattuk, csak a brüsszeli folyamatoknak a gyorsaságán múlik, hogy ez mikor történik meg, de mi már a nyár végén ősszel ezt benyújtjuk Brüsszel felé. Bocsánat, csak még egy kérdés, hogy ott jövőjére. Tehát ez nem lett kimondva, de az élelmiszer beszerző adott esetben az mondjuk az önkormányzat, vagy kitől elkezdett? Az élelmiszer beszerzője? Gyakorlatilag ugye mi fogjuk kiírni a pályázatot erre, hogy ugye megvan a keretösszeg, és szeretnénk azt látni, hogy kik azok a beszállítók, élelmiszer beszállítók, akik ebben majd részt fognak venni. Nyilván mi fogjuk meghatározni azokat a követelményeket is a közbeszerzés során, akiket szeretnénk előnyben részesíteni. Például azt, hogy az őstermelőket, akik helyben élnek, hazai vállalkozásokat, a hazai termelőket mennyiben tudják a beszállítók előnyben részesíteni, és a többi, és a többi. Tehát fontosnak tartjuk azt, hogy ennek a forrásnak az elköltése az a magyar gazdaság számára is, és az ő érdekei számára, a magyar gazdaság érdekei is figyelembe vegye. Van-e még egyéb kérdés? Ha nincsenek, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és további jó munkát kívánunk. Talán köszönjük. Az eső is elállt, mire befejeztük, hogy ki ismertünk volna. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Viszontlátásra!